Ez undorító, kérek vizet, hogy elhányom magam. Hello, sziasztok! Magadjuk a kóstolóval! Új helyszín! Bizony, úgy gondoltuk, hogy erre rettenetesen jó idő van, úgyhogy kiülünk egy kicsit a kertbe, megnézzük, hogy milyen lesz az idő most. Megteszteljük a hangot, ugyanis vannak terveink. Egyébként, hogyha valami ránk potyog, az azért van, mert a macska éppen vadászik fölöttünk a fán. Igen, ha egy macska leesik mögöttünk, akkor az azért van, mert nem sikerült. Vagy egy madár, vagy egy fél fa. Soha nem tudni. Na szóval, mit is kóstolunk így, gyerekek? Hát ilyen... Chili! Ilyen chili félét találtunk a mi kis brazil boltunkban, ahol voltunk nemrégiben. Hogy mindkettő brazil termék, és állítólag közepesen nagyon csípős. Én ezt nem tudom, mert nem látom leírva sehol. Az egyik főzős alkalmával drága Leila megnézte nekem az interneten. Félek. Hallom, hogy ropogok az ága. Gyere le onnan, cicája! Ez nagyon hülye. Szóval, állítólag ez olyan közepesen csípős, ugye aki gyakran eszik csípőset, annak ez egyáltalán nem lesz az. Ugye kíváncsi vagyok, hogy mi hogy fogunk rá reagálni. Abban sem vagyok biztos, hogy ez most ecetben, igen, ecetben van elrakva. Só, ecet. Igen, az úgy néz ki, mintha ecet lenne, ugye, ahogy forgatod, akkor látod, ha olajban van, akkor egy kicsit sűrűbb az állaga. Igen. Ennek elég híg. Bocsánat. Csiliség! És szerintem ebből legalább az egyik ez ilyen nem csípős, de ez tulajdonképpen ilyen ecetes paprika. Azt mondod? Én legalábbis abba bízok. Én már ki is bontom, én nagyon kíváncsi vagyok rá. Ugye pár hete már megvan ez a paprika, és azóta ott csiniskedik nekem a pulton, és ki akarom próbálni. Ugye én nagyon szeretem a csilit, úgyhogy én már neki is látom. Bizony, ma pont olyan fogunk főzni a főzősóban, ugye minden szombaton én főzősó a Twitch-en, amihez szeretnénk már használni a paprikát, ugye így megenni majd utána. Úgyhogy úgy voltunk vele, hogy ez most eljött az ideje. Az igazság pillanata. Ez le van zárva. Le van zárva? Mi? Le van zárva. Ilyen kis műanyag. Műanyag. Igen, ez nagy... Ki fröcsögjön? Trutyi van benne. Bele a szemedbe, azt csírni fogsz? Na. Parancsa. Szagminta. Hú! Ez nagyon ecetes. Az illata... Az olyan, mint a tabaszkónak egyébként. Tényleg? Aha. Tényleg. Pont olyan az illata, mint a tabaszkónak. Hoztunk kanalat, hogy minek azt nem tudom. De én hoztam fogpiszkálót, mert hogy... Úgy voltam vele, hogy öntök ki egy kicsit a kanál a paprikát, de... Olyan vékony az üvegnek a szája, hogy szerintem... Én megkóstolok egy kis ecetet elsőnek. Az fájni fog. Hogy fogpiszkálóval fogom kipiszkálni. Már sírsz! Azt mondod? Azt a büdös! Egyébként engem ez a paprika, így a mérete alapján a macska pöcs a paprikára emlékeztet. Azt a kurva! Nem mondod? Oh my god! Az enyém nagyon. Fú, gec! Jövel egy kis... Oké, mar, rendesen mar. Ez faszán erős, azt a búra. Ez nagyon faszán erős. Annyira nincs, nem annyira erős, mint a másfél millás chili szószunk. De azért marja rendesen. Igen, már nagyon régettem a másfél millás chili szószból. Én gyakran eszek belőle, ahogy azt mondom, hogy kicsit edzettebb vagyok, mint te. Marja, rendesen marja. Íze érdekes módon nem sok van, csak kurvára csípős, elnézést. Igen. A kifejezésért. De érződik rajta, hogy paprika, úgyhogy... A paprika íz érződik rajta, de semmilyen különleges zamata vagy bármi ilyesmi nem lenne, csak így azonnal pofán vág. Ennek a trademarkja az majdnem olyan, mint az erős Pistának amúgy. Egyébként, ja, tényleg. A csávó így kinézi ilyen nem is tudom miben, már megmutatjuk közelebbről is. Nem hoztam zsepit. ez hiba volt, ezt akarsz hozni? Hiba. Igen, hozok. Elnézést, folyik a nózik. Ketten is vannak. Szegény macska. Ha befejeztük a felvételt, megpróbálom fölvenni, hogy mit csinálnak szegény macskával. Nagyon poén. Rendesen mar. De nem tudom, hogy mennyi sovjó van benne, majd meg fogom nézni. És ott a képajára kiírom nektek, hogy a sovjó az, amivel mérik, hogy mennyire csípős a paprika.
az olyan pofánvágós igazából. Nem túlzottan nagyon erős, de azért cheap. Ugye a minőségéről annyit, hogy ez üvegben van. Igen. A második, amit nézünk, az műanyagban van. Persze, nekem erős sem a körmöm. Ez üvegben van, igen, amaz meg műanyagban. Elméletileg ugyanaz a kettő paprika, csak más a márkája. Igen, mert úgy volt, hogy ezt bementünk a brazil boltba, és ott volt egy polc, tele volt ilyen üvegek, és kiválasztottunk belőle kettő technikailag. Random. Volt vagy hat, amúgy. Ja, elég sok volt, igen. Ennek ilyen... ez nagyon fura. Szerintem ez meg van romolva. Ennek ilyen romlott ecetes illata van. Igen. Mondjuk ecetes paprikát még nem láttam megromolni. Egyébként... baszki macska! Itt van a pont fölöttünk. Ezt nem hiszem el, macska, menj ide! Cica! Le fogsz esni! Cica! Ne! Baszki, macska, oda ne menjél ki! Rui, cica, annyira hülye vagy! Két madár szivatja egyébként. Ez istenem, te hülye! Gyere le onnan, te hülye! Gyorsan vegyük föl, hogy fölbírja menni a macskát, okay. És meg tudjuk mutatni. Ennek romló... szart a madár. Oda. Itt van fölöttünk, baszd meg! Az anyád! Le ne szarjál! Na jó van, srácok, menekülnünk kell, mert szarnak a madarak! Itt vannak van a rövőszemben! Pont itt vannak fölöttünk! Na jó! Egyet a mama kedvéért! Ne, te kezded! Ez a kolban van, baszd meg! Így erre egy kicsit hátra. Az olyan, mint a pálinkában lenne, bazd meg. Geci. Nem mondod. Ez undorító. Ez nagyon undorító. De pálinkában lenne. Ez jobban mar egyébként a kurva anyját. Geci, nem elnézést, mondom. Ez muszáj volt kiköpnöm. Ez undorító. Ez undorító, kérek vizet. Ugye elhányom magam. Ez tényleg szar, fasz meg! No! Ez szabályos. Baszdmeg, ez jobban van, ez sokkal jobban van. No! Ez bazd meg izé van! Pálinkában rohadjak meg! Mi az a lesz, geci? Tudom, hogy vizet nem érdemes inni, mert csak rosszabb tőle, de... A legalább a pálinkát kimossa a szájból, ha a gúristen van, úgyhogy tejet nem írhatunk, de azt a kúra! Ezt nagyon sokáig meg fogjuk hagyni. Ez undorító. Ez rohadtó mar. A második... ez nagyon mar. És ez undorító. Azt a mindenit, nagyon durva gyerekek. De erre nincs ráírva angolul, hogy miből van. Mi van benne. Ez nagyon rossz. Ez nagyon-nagyon rossz, úristen. Ebből szerintem fogni fog, ez egész jó, hogy csíp, hogy ez marja a számot. Mert ilyen is egy kicsit lett belőle. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Remélem tetszett, amit láttatok. Jaj. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek többet látni, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el megnyomni a kis harangoskát a feliratkozás gomb mellett, hogy értesítést kapjatok a következő videónkról, amikor live megy. És egyébként hetente ötször szoktunk streamelni Twitch-en, ebből minden héten szombaton egy órától főzősó. És a 7-4 napján pedig játszani szoktunk. Ez brutális, gyerekek. Elnézést kérek. Minden linkünk elérhetőségünk lent a leírásban. Gyertek, szeressetek minket, keressetek minket! Nem tudok beszélni. Sziasztok! Szevasztok, hellók, azt a kurva. Megyek is, kivágom késsel a számot. Geci, ez nagyon, nagyon szar, Eszti.